Szent Pál nyomában. Szakítani a múlttal és új szemlélettel folytatni az életet. Két fiatal színművész, Zámbori Soma és Nagy Péter elhatározta, hogy Pál nyomába eredve követi az apostol útvonalát, kutatják tevékenységének hatásait a mai emberekre, és mindenről egy dokumentumfilm sorozatot készítenek, Pál apostol nyomában címmel. Mindketten tapasztalt vitorlások, akik utitársaikkal együtt vízre szálltak, hogy felkeressék az apostolok cselekedetei által említett helyszíneket. Útjaik során bemutatják a Pál által érintett országokat, azok kultúráját, lakóit, és nem utolsó sorban felelevenítik az apostol leveleit, melyek az új szövetség és munkásságának egyik alappillérét képezik. Mindezt a teljes vallásszabadság figyelembevételével, különböző szemszögekből bemutatva Pált, az embert, a gondolkodót és a cselekvőt, azt a számos korabeli nyelven beszélő kommunikációs tehetséget, aki 2000 évvel ezelőtt fáradhatatlanul vert hidat a különböző kultúrák közé. 2013 őszén Málta, Szicília és Nápoly között 5 héten keresztül hajóztak Pál apostol nyomában. Útjukon velük tartott Marton Zoltán reklámfilmrendező, aki egy 27 perces bemutatkozó filmet forgatott erről a vállalkozásról. Szeretettel köszöntöm a vonalban Marton Zoltán reklámfilmrendezőt, aki Budapestről állt rendelkezésünkre. A Pál apostol nyomában című film bemutatójáról, illetve forgatásáról és ennek utómunkáiról szeretném kérdezni először. Hogy állnak most? Most per pillanat úgy állunk, hogy visszatértünk fél évvel ezelőtt egy próbaútról, amelynek az volt a célja, hogy egy 3 perces úgynevezett trélert tudjunk összevágni. Az eredményt egy kicsit túlteljesítettük, egy 27,5 perces nulladik rész készült el erről az útról, amely gyakorlatilag mindent elmagyaráz arról, hogy a szándékaink a jövőben hogy fognak kinézni a folytatással kapcsolatban. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, sikerült egy szép anyagot létrehoznunk, és most per pillanat mutatjuk ezt be azoknak az embereknek, akiket ez érdekel. Egy dokumentumfilm sorozatról van szó. Igen, egy dokumentumfilm sorozatot szeretnénk megcélozni, ami akár egy több éves projekt is lehet. Ezt színész barátaim találták ki, és én csatlakoztam hozzájuk, Zámbori Soma és Nagy Péter. Egy évvel ezelőtt ismerkedtem meg velük, és egy teljes véletlen folytán Somával összeszaladva konfrontált engem ezzel az ötlettel. Mi lenne, hogyha megismerkednénk, és utána Pál apostol nyomában vitorláznánk együtt? Mire én azt mondtam, hogy ez az ötlet, ez kellően meredek ahhoz, hogy én ehhez csatlakozzak, ezeket szeretem. Gyakorlatilag így alakult ki egy csodálatos út és egy csodálatos barátság 3 ember között. Kinek szól a film? Ez egy jó kérdés. Pont ezen morfondírozva általában van egy sablonos válasz, hogy a film ugye egy bizonyos célcsoportnak kell, hogy szóljon, mi meg azt mondjuk, hogy ez gyakorlatilag a 8-tól a 80 éves korosztályig szól mindenkinek. Ezt még annyival bővíteném is, hogy minden felekezetnek is szól, hiszen egy olyan emberről mesélünk, egy olyan embernek a hatásáról mesélünk Pál apostol személyében, aki ma is, ha megnézzük így a kutatásokat, a véleményformálók top 100 rangsorában igenis előkelő helyen szerepel. Őt Jézus Krisztus, Mohamed és néha Luther Márton előzi meg. Tehát Pál apostol egy igen elit helyen van e téren is, és gyakorlatilag az ő nyomát követve próbálják ezt a mai emberek számára ezeket a hatásokat feltárni, hogy vannak-e még egyáltalán jelen, milyen hatások vannak, hogy reagálnak egyáltalán emberek ma 2014-ben arra, hogyha valaki azt mondja, hogy ismered Pál apostolt. És az eredmény az megdöbbentő, igen, nagyon sokan ismerik, és nagyon sokan tudnak róla sok dolgot. Tehát nem csak hívőknek szól, gondolom, ennek a filmnek az üzenete. Nem csak hívőknek szól, mert mi azt is észrevettük, hogy amit mondtam, hogy sok ember ismeri Pál apostol, de a fő ismertsége Pál apostolnak a damaszkuszi út, a megtérés, és minden, ami azután jön, az egy picit úgy a széles közönség számára már homályba vész. Tehát ismerik az emberek a leveleket, hallottak róluk, de nekünk ezt a fajta tájékoztatást nagyon az alapoktól kell elkezdeni, úgyhogy ez nem lehet egy olyan műsor, ami akár valláskutatás jellegű is, mert akkor túl bonyolult lenne. Jelenleg az első tesztvetítéseket, amiket megtettünk többféle felekezet felé, olyan embereknek is, akik nem hívők, egyelőre visszaigazolják ezt, hogy mindenkinek valahol, ha így lehet mondani, bejön ez a fajta hozzáállás. Tehát a kommunikációnak egy olyan új csatornája, ami evangelizáló erőként hathat a világra? Igen, mi ezt nagyon szeretnénk, hogy ez így legyen, mert úgy gondoljuk, hogy ez a fajta nyelvezet modern,
ez sok emberhez szól, és mi nekünk egyetlen egy dolog nagyon fontos, hogy őszinte legyen. És ezt kapjuk vissza a közönségtől, mindenki azt mondja, hogy nagyon őszinte, nagyon jó, és nagyon jó ezekkel az emberekkel együtt útra kelni. Aki érdeklődik az út iránt, illetve a film iránt, hol keresgeljen? Jelen pillanatban tárgyalások folynak tévécsatornákkal, hogy esetleg ezt tudják angolul, hogy plate, ezt a fajta formát, ami egy ilyen 26-27 perces rész, ezt sorozatgyártásba tudjuk-e folytatni, ami számunkra nagyon kedvező lenne, mert akkor gyakorlatilag professzionális szinten lehetne folytatni. Aki ezt a filmet meglátni akarja, azt még egy pici türelmet kérek, mert pontosan emiatt a tárgyalások miatt még nem tettük fel ezt a filmet az aquagora.eu című honlapra, ami egyébként ennek a hajóútnak a hivatalos honlapja is, tehát még egy pici türelmet kérünk, de szerintem a nyár végén ez fent lesz. A tavalyi út esetében szeretettel várták a jelentkezőket, akik szerettek volna részt venni ezen a vitorlás túrán. Ez a mostani szeptember-októberi útra is igaz? Mi úgy döntöttünk, hogy most egy vezérhajó fog elindulni, ami tulajdonképpen egy 10 fő befogadására alkalmas hajó, ez egy stábhajó. A forgatás egészen máshogy fog már kinézni időbeosztás szempontjából is, tehát Korinthoszban több napot fogunk tölteni, Atén környékén több napot, Efézus környékén több napot, és Rodoszon is több napot, közben Patmoszban is megállunk, bár ott Pál nem fordult elő, de fontos helyszínnek tartjuk. És ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogyha a forgatásra koncentrálunk. Jelenleg folynak beszélgetések arról, hogy más skipperek, kapitányok csatlakoznak hozzánk, nagyon komoly emberek is vannak köztük, és ők esetleg saját hajókkal utasokat szervezve beállnak ebbe a sorba, és gyakorlatilag egy ilyen kis mini armadaként fogunk ott végighajózni a görög tengeren. Ezt még nem tudom, ez még folyamatban van. Nagyon sok sikert kívánok akkor ehhez az úthoz, és a Vatikáni Rádió hallgatóit pedig folyamatosan tudósítjuk majd a Pál apostol nyomában zarándoklatról, illetve az Aquagora kezdeményezésről. Nagyon szépen köszönöm, és remélem majd élőben is be tudunk jelentkezni ősszel önökhöz. Köszönöm szépen. Marton Zoltán filmrendezővel Gedő Ágnes készítette az interjút.